A közügyekben is bemutattuk nemrégiben az Újvidéki Művészeti Akadémia 9 végzős színi növendékét. Akkor elmondták itt a műsorban, hogy egy álmuk van, hogy itt maradjanak a szülőföldjükön, és együtt maradjanak társulatként, vagy bármilyen formációban. Nos, úgy tűnik az álmuk teljesülhet, hiszen a Zentai Magyar Kamara Színházhoz szerződhetnek. Ebben a pillanatban ezek a kilátások a Magyar Nemzeti Tanács és az önkormányzat, az Zentai önkormányzat együttműködésének köszönhetően. Következik most egy kis visszapillantás abba a beszélgetésbe, utána pedig Lovas Ildikóval, a Magyar Nemzeti Tanács kulturális ügyekkel megbízott tanácsosával egy rögzített interjú. Mi még a nyarainkat is együtt töltsük, tehát hogy az év egyik szakaszában sem válunk meg egymástól, tehát szinte állandó jelleggel találkozunk egymással, látjuk egymást, dolgozunk egymással, és hát azt hiszem, hogy azt sem kicsiség megállapítani, hogy sokkal többet találkozunk egymással, mint akár a szüleinkkel, tehát hogy a második család, talán mondhatni így. És én, mint Újvidéki, ezt megerősítem. Szóval én szüleimmel lakom, és akkor is őket többen látom. Sűrűbben találkozik velük, mint a szüleivel. Hát most ez jó dolog, vagy nem, azt mindenki dönts el. Mikor, hogy? Igen. Merre tovább? Ki tudja már, hogy merre fog tovább menni, hol fog esetleg szerződést kapni. A Szabadkai Népszínház Mágnás Miskájának a című darabjának a főszerepét játsza ön, a Kosztolányi Színház Voyager című előadásában pedig ön jelent ez valamit? Mármint a szerződés vonatkozásában volt ez a szerződés erre a produkcióra. De jövőre vonatkozóan. Tehát beszéltek arról, hogy esetleg a Népszínházat erősíteni, vagy a Kosztolányi Színházat? Hát volt róla szó, de egyelőre még semmi biztosat nem tudunk. Ugyanúgy, ahogy a másnapi próbarend aznap este derül ki, ugyanúgy ez is egyik pillanatról a másikra, tehát ezt sosem lehet tudni. Amiket nem lehet így kipirkészni, hát ki tudja, ez is csak azon múlik, hogy hogy alakulnak a sorsok, vagy a szerencsé. De kinek mi az álma, mivel lenne elégedett? Mert azon túlmenően, hogy önök együtt szeretnének maradni, biztos, hogy mindenkinek van egy konkrét elképzelése, vagy majdnem konkrét. Ez a konkrét elképzelése. Ez az egy? Hogy együtt maradjunk, ez egy konkrét van, hogy az álom, hogy mindegy, hogy hol, vagy, de hogy mi kilencen, mert hogy mi különböző emberek vagyunk, tehát nagyon jól tudunk együtt működni, nagyon jól tudjuk egymást kiegészíteni, mert nyilván így vagyunk egy egész. És ezt szeretnénk megtartani, hogy mi kilencen lehetőséget kapjunk arra, hogy együtt tudjunk színházat csinálni. Itthon? A Vajdaságban. Itthon. Az volna a legjobb. Mert miért itthon maradni? Ez egy fontos kérdés, mert mostanság egyre többet lehet arról hallani, hogy aki csak teheti, az elmenne innen éppen az anyagi bizonytalanság, a munkahelyi bizonytalanság miatt, meg egyáltalán, hogy olyanok a politikai körülmények is. És jó ilyenkor azt látni, hogy valaki elhatározta magát, és úgy érzi szívvel, hogy maradni szeretne, mindenféleképpen maradni. Ez azért van, mert mi a jéghátán is megélünk. Mi általában kivételt szoktuk képviselni, és szerintem ez ezért van, csak azért is itt marad. Úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az elmenni vágyókat próbáljuk marasztalni mi is. Vagy a még itt maradottakat, hogy ne menjenek el. Így van. A közügyek vendége pedig Lovas Ildikó, a Magyar Nemzeti Tanács kulturális ügyekkel megbízott tanácsosa. Rögzített beszélgetést látnak. Délután 2-kor beszélgettünk itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Kívánok. Néztük együtt ezt a bejátszást, hát teljesült a fiataloknak az Újvidéki Művészeti Akadémia végzőseinek a kívánsága, méghozzá nagyon gyorsan. Igen, nem tudom. Ilyenkor mindig azt szokták mondani otthon nálunk, amikor valamit így bejelentek, hogy na, kell sikerül, hogy harapd el a nyelvet. Tehát nem tudom, maguknál mit szoktak mondani. Szerintem majd ott októberben, ha tényleg ott elmegyünk egy előadást, és együtt megnézzük, akkor már biztosak lehetünk, mert a sors, a bürokrácia és minden egyéb út meglehetősen kifürkészhetetlen. De úgy tűnik ebben a pillanatban, hogy ez valóban. Igen, biztos, hogy sinem van, és én nagyon bízom abban, hogy sikerül is. Tegnap
tegnap is beszéltem Vukoszlávia Vivánnal, aki mondta, hogy polgármester úr kért tőle egy áttekintést, hogy mit és hogyan látják ők, ugye a 2009-ben megalakult Zentai Kamara Színháznak mire volna szüksége a 9 fiatal mellett, hogy jól tudjanak működni. Tudja, ez két ok miatt lehet egy sikertörténet. Az egyik ok az, hogy ezekben a fiatalokban egy olyan átütő erő és magával ragadó bátorság és olyan tetrekészség és kreativitás van, ami abban a pillanatban, ahogy találkoztunk, engem teljesen elvarázsolt, és lehet az ember elfásul egy kicsit, vagy el is fárad abban a munkában, ami néha úgy érzi, hogy szélmalomharc, hogy... Vagy mókuskerék. Igen, vagy mókuskerék, nem is tudom. És azt is elfelejti, hogy milyen befejezni az egyetemet, és nekilendülni a világnak, és azt gondolni, hogy meg fogom váltani a világot. Ugye akár festőként, íróként, újságíróként, azért voltak álmaink. És most ezt láttam bennük viszont, és ez nagyon magával ragadott, ez az egyik. A másik pedig, hogy ezek a fiatalok nem azzal kezdték a beszélgetést, amikor engem megkerestek, hogy és ezért mi mennyi pénzt kaphatunk, hanem azt mondták nekem, hogy mi ezt szeretnénk, és majd megoldjuk. És azt gondolom, hogy a mai világban valóban nem rakhatunk hirtelen és egyszerre akkora terhet sem az MNT-re, sem későbbiekben ugye az Zentai önkormányzatra, akire ez majd így az élet folyamán nyilván hárulni fog, meg nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, tehát hogy meddig akarnak ők állandóan együtt lenni, vagy hogy egyáltalán ez a történet miként alakul. Nyilván, hogy az a legfontosabb, hogy most együtt vannak, és hogy Zentán lesz egy állandó társulat, így van. Tehát, hogy ez az, amit mondjuk középtávon az elkövetkező 20 évre azt mondhatjuk, hogy ezt akarjuk. Tehát az nagyon fontos volt, hogy mivel nem helyezhetjük a teljes terhet így sem az MNT-res egyszerre, sem a Zentai önkormányzatra, hogy a fiatalokban megvan a nyitottság, a vágy, pályázni akarnak, és tiszteletdíjat is elfogadják. Tehát azt gondolom, hogy példaértékű az, ahogyan ők viszonyulnak az életükhöz, a művészetükhöz, a hivatásukhoz és a közösségünkhöz. És más tevékenységeket is vállalnak, mert hogy én a Magyar Szóban azt olvastam, amikor ezzel kapcsolatban ön nyilatkozott, hogy ön úgy fogalmazott, hogy irigli a zentaiakat, mert hogy csoda jó dolgok várhatnak rájuk, amennyiben ugye a fiatalok álmai valóra válhatnak, és egyéb rendezvényeket is megszervezhetnek, akár ott helyben irodalmi rendezvényeket például. Igen, ez két kérdés volt. És szeretnék is mind a kettőre válaszolni, ha csak az egyik hangzott el. Valóban ezt mondták a fiatalok, és amit én a Magyar Szóban nyilatkoztam, az az ő általuk megfogalmazott feladatoknak a listája, amit elküldtek a Magyar Nemzeti Tanácsba, és úgy tudom, elküldtek a Zentai Színházba is. Igen, ezt szeretnék. Tehát irodalmi esteket, ellátogatni az iskolákba, tájolni nagyon határozottan és nagyon, nagyon nagy elánnal, tehát ott a környékben, és nem csak kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács tájolási programjába, ugye bekapcsolódva, hanem saját szervezésben is. És biztos vagyok benne, hogy különböző egyéb projektumokat, és nagyon, nagyon tehetség, nagyon kreatív fiatalok, szerintem meg fognak jelenni ők a különböző pályázatokon, úgy itthon, mint Magyarországon. Olyan projektekkel, ami nem egy klasszikus színházi előadás például. Ez az egyik rész. Ezt ők írták le, tehát én csak őket idéztem. Ez az egyik része volt a kérdésnek. A másik, amire szeretnék reagálni, ha megengedi, ugye, hogy valóban úgy fogalmaztam, hogy irigye vagyok Zentának, de ennek volt egy előzménye. Erről március 15-én beszéltem, és hogyha megengedi, akkor ezt így, hogy tisztázzuk is. Azt mondtam én Zentán, hogy az a legjobb érzés, hogy megszűnt, vagy én legalábbis úgy érzem, hogy megszűnt az a fajta rivalizálás, ami volt valamikor Szabadka és Zenta között. Ugye emlékszünk erre, hogy melyik a magyarabb, melyik a komolyabb, melyik bír nagyobb odahúzó erővel, kulturális háttérrel, hol születnek jobb előadások, kezdeményezések, ki fog nyerni a KMV-n. Most a színházi csoportosulásokról beszélek, és volt egy ilyen hasonló, ugye Szabadka-Újvidék, hogy Szabadka egy provincia, ezzel szemben Újvidék, hát ez
a városiasságnak a legjava. Én azt gondolom, hogy minden provincia és minden lehet urbánus is, és a magyarságnak annyi szellemi központja van Vajdaságban, amennyit kialakít magának, és hogyha mi ezen az úton haladunk, már pedig ezen az úton haladunk, én úgy érzem, akkor nagyon nagy dolgokat hozunk létre, és ilyen szempontból mondtam én a szó legnemesebb értelmében, hogy irigylem az entaiakat, viszont most csak egy mondat, ők is egy kicsit irigyelhetnek bennünket, mert azt gondolom a Pannon Televízió ott volt és fölvette azt a nagyszerű fiatalok által készített előadást, a Bogarak vagy Rovarok címűt, ami tegnap este volt a Népkörben. Hihetetlen tehetséges gyerekeink vannak. Váltunk témát, prózaibb dolgok, vagy talán nem is annyira. Megelőlegezhetjük azt hiszem így kora délután, hogy a Magyar Nemzeti Tanács mai ülésén elfogadják a pótköltségvetést. Én átlapoztam ismét, hogy mire fordít anyagiakat a Magyar Nemzeti Tanács, és a kultúra címszó alatt egy csomó olyan dolgot találtam, ami lehet, hogy nem került még a köztudatba, de ezek nagyon fontos dolgok ahhoz, hogy otthon érezzük magunkat. Kiemelne néhányat nekünk? Nem tudom pontosan, hogy melyiket kellene, hogy kiemeljem, úgy, hogy úgy beszéljek ezt róla. Ezt nem szerettem volna én igen, sem, ezért igen, biztam önre. Igen, hogy egyrészt a kiemelés az mindig nagyon nehéz, másrészt pedig azért vannak olyan megkezdett projektumok, amelyeknek a sikeréhez nagy szükség van a tapintatra, a politikai figyelmességre, szükség van gesztusokra, hogy partnerekkel meg tudjuk őket valósítani. Éppen ezért vannak olyan témák, amelyeket így külön nem emelnék ki. Mindazonáltal azt gondolom, hogy akár a megkezdett tervek vonatkozásában, mint a néptáncoktatói program, ami az idén befejeződik, vagy a Deszkára fel, ami szintén kiemelt jelentőségű nemzeti programunk, vagy említhetném ugye a Szabadkai Városi Múzeum befejezése, tetőterének teljes kiépítése, vagy a maga a tájolási program, amit az előbb is építettünk. Mindezek olyan fontos momentumok, amelyek megkerülhetetlenek, és amelyek már tudja, amikor a költségvetést készítjük, és amikor a pótköltségvetést készítjük, ahol most én nem akarok erről túl sokat, de elég fájdalmas volt, elvettek 3 milliót a kultúrától. Tehát azért nem olyan nagyon vidám így a mi életünk. Azért is gondolkodtam, hogy merre menjek el ebben a beszélgetésben, nem akarok. Tehát ez ilyen, nagyon kevés pénz van, mindent össze kell szorítani, kisebbre venni, de azért megvalósítani. De csak azt akarom mondani, hogy minden területen arra törekszünk, hogy megvalósítsuk azt, ami, hát igen, itt hagytam el félbe a mondatot, amit elvárnak tőlünk, tudja? Egyszerűen olyan helyzetbe került a Magyar Nemzeti Tanács, és itt a kultúráról beszélek, hogy nagy mértékben várják. Én nem tudom magának elmondani, hogy például, amikor Tordára most elment a Mágnás Miska, és a környékbeli falvakból, tehát autóbusz kellett indítani, és azt megkértem a Nemzeti Tanács elnökét, hogy a saját kerete terhére, akkor ezt most fizesse ki, hogy ne csak a tájolás egyén, hanem még. Tehát mindig jelentkezik valami ilyen, és az emberek olyan bizalommal fordulnak a Nemzeti Tanácshoz, és bizony nagyon ügyesen kell bánni, vagy sáfárkodni a programokkal és a pénzekkel, hogy ilyen kultítások ellenére is azért meg tudjuk valósítani azt, amit szeretnénk, és amire számítanak is. Ma van a Színházi Világnap. Hogyan ünnepel ilyenkor, vagy mit néz meg, megnéze egy színházi előadást a Magyar Nemzeti Tanács kulturális ügyekkel megbízott tanácsosa, és hát jövő héten kezdődik az amatőreink seregszemléje Bácskertesen, Kupuszinán, és nem sokára lesz a Hivatásos Színházak Fesztiválja is. Igen. Az jutott eszembe, hogy tudja,
általában úgy dolgozunk, mivel hogy egy házban dolgozunk, egy épületben, akkor így tudjuk egymásról, hogy amikor esti programok vannak, akkor nem is, sokszor nem is megyünk haza, és az is előfordul, hogy például Várkonyi Zsolt, aki adai, és olyan feladat a kötelezettsége van, hogy a munkaidő végeztével nem megy haza, én is ugye tegnap egy színházi élményt tudhattam magaménak, és amikor vége a munkaidőnek, és még így itt vagyunk, akkor, de valószínűleg ez, mi már öregek vagyunk, és ez generációs kérdés, az jutott eszünkbe, neki jutott eszébe egyébként, hogy mik azok a finomságok, hogy mi az a művészi finomság, ami így eszünkbe jut, és ő neki, mind a kettőnknek, nekem például a három nővér, neki meg a Ványa bácsi jutott eszébe, de most ki fog nevetni. Hát megkerestük az interneten a három nővér, tehát engem Márkus László elvarázsol, Várkonyi pedig, kolléga pedig az Alfonzo Ványat bácsi, ugye Raksányi Gellért. Tehát ez tegnap olyan 6 óra magasságában így egy kicsit, nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb, de azt gondolom, hogy nem is nosztalgia, hanem valamiféle főhajtás. És az én számomra, hogy ma van a színházi világnap, akkor tudja, tegnap ezek a fiatalok, akik valami elképesztő, nem is tudom, az lehet jó is, meg lehet rossz is, hogy mintha tévé képernyőiről ugrottak volna le, ugye voltak ezek a panelek, ezek a megoldások, de az, ahogy ők csinálják, az a tehetség, ami árad belőlük, ahogyan ők azt megtanulják, a tánctehetség, az énektudás. Tehát egyrészt ennek a szellemiségnek, ennek a tehetségnek a jelen valósága most 2013-ban, másrészt pedig Márkus László, tengerparton áll a tölcsfa. Igen, azt gondolom, hogy ennek a kettőnek így most, ez jó érzés így a színházról gondolkodni. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.